Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a nagyítót látják, média családunk politikai háttérműsorát. Vendégünk, ezúttal is Kolleg Zsolt, a Mahét média család újságírója. Szerbusz üdvözöllek a stúdióban. Szerbusz Kisztián, üdvözlöm a kedves nézőket. A múlt héten elég alaposan kiveséztük a felvidéki magyar politika aktuális állapotát, de azóta új helyzet van. Hétfőn ugye Igor Matovics az egyszerű emberek vezetője sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy koalíciót kínálna az MKP-nak, ha a párt részéről is van erre hajlandóság adja magát a kérdés. Mi állhat Matovics döntése mögött? Igen, valószínűleg az a számítás, hogy szeretne először is bejutni a parlamentbe, és másodszor pedig olyan eredményt elérni, amely miatt megkerülhetetlené válik egy leendő kormány alakításkor. Ha megnézzük a preferenciáit, akkor látjuk, hogy az Olanó párt a korábbi választáshoz 2016-hoz képest jelenleg az akkori választási eredményhez képest jócskán alul teljesít. Hány százalék körül vannak most? Jelenleg 6-7 százalék körül mérik, a legfrissebb fókusz felmérésében ma jött ki, 6-6,5 százalék körüli tartományban méri az Olanót. Igaz, itt megjegyzést érdemel, hogy az SSS is komoly gondban van, Ott is belső villongások vannak a párton belül, ez egy másik téma lenne de az Olano helyzete sem megnyugtató. Itt azért jegyezzük meg, hogy legutóbb is a választás előtt jóval alacsonyabb preferenciákat mértek, mint aztán a későbbi tényleges választási eredmény, tehát ebben bizakodhat Matovics. Ők ilyen hagyományosan jó kampányokat szoktak csinálni, akár az SZSZ, akár az egyszerű emberek egy két százalékot mindig rá tudnak húzni ezekre a igen, felmérésekre. De ugye egy egyszer megtörtént esetből nem feltétlenül Igazadalom. lehet következtetni egy másik alkalomra, de ebben bizakodhat valóban. És az a számítás valószínűleg Matovicsot, hogy nem egyszerűen a parlamenti bejutás Szeretné biztosá tenni, hanem egy olyan helyzetbe hozni a pártját, és ezáltal önmagát is, hogy egy jobboldali kormány alakítás akkor ténylegesen megkerülhetetlen legyen. Mondjuk ki, a második helyért folyik a verseny. Nagyon úgy néz ki, hogy ez már megnyeri majd a választást, de ez egy relatív fölé lesz, uh -huh. természetesen egy 20% körüli eredmény, ami önmagában természetesen messze nem éri a kormány alakításhoz, viszont cseppet sem mindegy, már is fejével gondolkodva sem hogy vajon melyik párt, melyik jobboldali ellenzéki párt, vagy fogalmazunk így, ellenzéki párt érje el a második helyet. Ugye a Progresszív egy Parlamenten kívüli önmagát nem jobboldaliként definiáló, inkább e fölött az ideológiák fölött álló párt. és a saját megítélésük uh -huh. szerint. Az Olanó pedig elhelyezi magát ebben a jobboldali térben, és egy olyan helyzetet szeretne előállítani, hogy az ő listáján kapjanak helyet, Záborszká asszony és hozzátartozó politikusok, tehát a kereszténydemokrata eszmekör képviselői, és megnyitná a listát az MKP előtt is. A magyarázata... Sőt, itt azért ebből volt félreértés, tulajdonképpen nem is a listáját nyitná meg, vagy nem feltétlenül elő lenne szó, hanem egy koalíciós partneri viszont ajánlott fel. Mi a kettő között tulajdonképpen a lényegi különbség? Hát a lényegi különbség az formai, természetesen, hiszen a koalíciót köt két párt akkor is kell, hogy legyen egy elsődleges koalíciós partner és egy másodlagos. Természetesen itt az Olanó lenne az erősebb uh -huh. partner, tehát ilyen módon ő teszi az ajánlatot, de abban természetesen igazad van, hogy ez több, mint egyszerű lista megnyitás, hiszen hiszen egy párt kerülne, párt kerülne, képviselői kerülnének föl erre a listára, és nem politikusok. Bár Matovics úr megjegyezte, hogy ha az MKP nem fogadja el ezt az ajánlatot, tehát mint párt nem hajlandó uh -huh. ezen a listán szerepelni, abban az esetben ő megszólít majd olyan nemzetiségekhez tartozó politikusokat, arcokat, akik esetleg hozhatnak szavazatokat. Tehát ugye itt nem csak a magyarokról szólt Matovics, hanem említette a romákat, és említette a ruszinokat is szokással szíven lobogtatva a papírt a népszámlási eredményről 2011-ből, hogy itt közel 16-17 százaléknyi ember van, akinek úgy tűnik, hogy nem lesz parlamenti képviselete, ha minden így megy tovább 2020-tól. Tehát ugye itt van egyfajta ilyen pszichológiai nyomásgyakorlás is a magyar választó irányába, és azért természetesen azzal is számolni érdemes az MKP részéről, hogy milyen fogadtatása van egy ilyen egy ilyen ajánlatnak, hogy az ajánlat elutasításának vagy elfogadásának a magyar választók részéről. És nyilván ezt fogják majd mérlekelni a párt politikusai, amikor már adásunk után döntenek az országos elnökségülésre. Mikor van a kongresszusok, vagy az országos elnökségülés? Az országos tartják? elnökségülését csütörtök uh -huh. este tartják, és ez az egyik programpont, hogy eldöntsék, hogy hogyan válaszolnak erre az ajánlatra. Ugye itt egyelőre az a kérdés, hogy elfogadják-e a tárgyalásra tett javaslatot, tehát nyilván még az országos elnökség nem tud döntést hozni abban a tekintetben, hogy vajon felmegy -e az MKP erre a listára, egy folyamatra adhat esetleg zöld fényt. Akkor tulajdonképpen ma este, hogy ugye csütörtökön veszük fel az adást, tehát ma este tulajdonképpen arról fog dönteni az MKP vezetőség, hogy egyáltalán tárgyalóasztalhoz üljenek a Matovicsal, nem Igen. pedig arról, hogy a koalíció létrejöjjön. -e. Erre nincs is mondjuk. Erre nincs is mondjuk. Viszont az természetesen mélegelhető, hogy ennek milyen politikai következményei lehetnek. Azt ugye érdemes figyelembe venni, hogy manapság már nem az a helyzet, hogy a hídon kívüli politikai térfelet egyedül az MKP szólítja meg. Itt a magyar politikai térféről, a magyar van politikai szó. térféről beszélünk természetesen, tehát az elmúlt hetekben sok kezdeményezés bontott zászlót, igen, ezekről beszéltünk is a múlt héten. Valóban, és ugye hát az MKP-nak erre is figyelnie kell, hogyha elfogad egy ajánlatot a szlovák párt részéről, ez egy novum lenne a magyar politikában, hogyan reagál erre a magyar választó. Nyilvánvalóan lennének olyanok, akik ezt fenntartással fogadják, hiszen emlékezhetünk Matori úr szerepvállalására, nem volt mindig ennyire pozitív és hát, segítőkész a magyarok irányába. De ugye a politika az a kompromisszumok művészete. Nyilvánvaló, hogy az MKP-nak is érdemes megfontolni egy olyan ajánlatot, ami egy parlamenti párt részéről érkezik. Tehát azt gondolom, hogy ebben a, ebben a helyzetben érdemes ezt a döntést olyan módon kezelni, hogy, hogy megfelelő hátteret biztosítani hozzá, tehát egy magyar együttműködést mindenképpen kimunkálni. Ugye erre is most már többféle lehetőség Igen. kínálkozik, és amikor ez a magyar együttműködés feláll, akkor kell igazából tényleges döntést hozni. Ez egy fontos stratégiai döntés lesz, hogy vajon Matovics úrral közösen, hogy milyen együttműködési formában keresi a jövőt a magyar érdekképviselet. Milyen konkrétumokat lehet tudni Matovics úr ajánlásáról? Hány emberről szól, hány helyről szól a listán? Esetleg milyen ígéreteket tett a magyar választók felé, erről valami nyilvánosságra került? Konkrét szám ugye azt hangzott el, hogy 20-30 név abban az esetben, hogyha nem pártként szerepelne, uh -huh. <coughs> szerepelnének a nemzetiségek ezen a listán. Természetesen én úgy gondolom, hogy Matovíru, Matovics úr részéről nem is lenne igazán akadálya, hogyha, hogyha ennél a 20-30-nál akár kétszer több, vagy akár Most még ezt is meghaladó számú jelöltet szeretnének indítani. Egyébként is gondot okoz nekik, hogy feltöltsék ezt a 150 fős listát. Hát a Tehát... működési gyakorlatából <laughs> ered ez a pártnak természetesen, úgyhogy én szerintem nem ez lenne az akadály, sokkal inkább azt kéne és azt érdemes megfontolni, hogy hogy mennyire elfogadható ez a szlovákiai magyarok számára, ugyanis hát nem e felé. Tartott eddig a kommunikáció, nem ilyen irányba gondolkodott a párt, és az is igazság, hogy természetesen most mindenki számára elsődleges, ez a választó elvárás, én úgy gondolom, hogy létrejöjjön egy magyar együttműködés. Uh -huh. A kérdés még mindig az, hogy ezt hogyan sikerül a leginkább megfelelő tenni, és a választók számára elfogadhatóvá tenni. Itt ott lehetett olvasni néhány ígéretről, ezek leginkább szóbeszédnek tűnnek, ugyanakkor az fogalmazódott meg bennem a, ezek kapcsán, az ígéretek <laughs> kapcsán, legyenek bár igazak vagy tévesek, amiket Matovic mondott, hogy tulajdonképpen egészen könnyen ígér az a valaki, akinek igazából nem is kell még adni, hiszen semmi nincs a kezébe, tehát semmi garancia nincs arra, hogy kormány tényező lesz Matovics, sőt a parlamenti tényezőt se garantálja egyelőre semmi, legfeljebb az eddigi felmérések mutatják azt, hogy ez bekövetkezik. Tehát bármilyen ígérettel is állna elő tulajdonképpen akár az egyszerű emberek, akár a Akár maga Matovics, hát hogy mondjam, egy picit talán üresnek tűnnek. Hát ugye azt szokták mondani a politikában, aki már ígérni sem aki tud az ezzel más igen. foglalkozás után. <laughs> e, igazság szerint Matovics úr ebből a szempontból politikusként cselekszik, keresi a tovább lépés lehetőségét, más oldalról nézve a túlélés lehetőségét természetesen. És hát részéről ez az alku, ez akár a szlovák politikai közvéleményt is meglephette, uh -huh. mármint ez az ajánlat az alkura. Úgyhogy azt gondolom, hogy a részéről ez egy érthető cselekedet. Te, mint újságíró vagy elemző, hogy látod, ez? mennyire kell az MKP-nak foglalkozni érdemben ezzel az ajánlattal? Hát, hogy előbb is fogalmaztam, jelen pillanatban ezt megfontolás tárgyává kell tenni, de ez elsődleges az én véleményem uh -huh. természetesen az, hogy ki kell munkálni egy magyar együttműködést, és annak birtokában, amikor az ember már a hátát is védve tudja, olyankor érdemes tárgyalni egy másik politikai partnerrel. Tehát úgy gondolod, hogy esetleg ezek a tárgyalások, már mint az Olánóval, ha túl korán kezdődnének még mielőtt, nevezzük nevén a gyermeket, az összefogással megtörténne a megegyezés. Esetleg negatívan hathatnak ki ezekre a, ezekre a viszonyokra, az összefogás, illetve az MKP viszonyára? Ketté választanám a tárgyalások megkezdését és a Megkötését az alkunak, tehát uh -huh. egyfajta koalíciós együttműködésnek. Cseppet sem biztos egyébként, hogy ez a megfelelő megoldás, hogy koalícióban kell gondolkodni, viszont együttműködésben mindenképp kell gondolkodni az Oladóval is, hiszen az MKP-nek stratégiai célja az, hogy leváltsa ezt a kormányt, és ehhez keressen politikai partnereket. És mit gondolsz, nem teremt esetleg egyfajta rossz precedenst, vagy egy rossz példát, hogyha most együttműködik a magyar érdekképviselt a szlovák pártokkal, mondjuk úgy, hogy a hátukon jut be a parlamentbe, akkor. Vagyis mondjam, talán okafogyottá válik egy idő utána az maga a magyar érdekképviselet, az önálló magyar érdekképviselet. Természetesen számos aggájt vett fel ez az együttműködés. Ez az egyik, amit nyilván a választók számára a politikának, a politikai osztálynak érthetően kell elmagyarázni. Valószínűleg az lenne a megfelelő érve erre, hogy itt, itt, itt pártként, tehát szubjektumként kerül föl el a listára, a, amennyiben felkerül a magyar közösség pártja és egyáltalán a magyar érdekképviselet. Ugye en, most átalakulóban van sok minden, tehát igazából ennek a feltételét vagy ennek a paraméterét sem látjuk egészen világosan. És a, ebben az esetben viszont ez egy olyan együttműködés, amelyben rejlenek lehetőségek. Ügyes politikával ezzel lehetne élni, de még egyszer mondom, előre szaladunk ennek a lehetőségeiről, beszélünk, de jelenleg sokkal akutabb probléma megteremteni a magyar együttműködést. Tehát ezt látod a kulcskérdésnek? Igen. Akkor most nevezzünk egy kicsit kellemesebb témára, ugye a nemzeti sorskérdések kérdések után. Magyarországon ugye október közepét állján önkormányzati választásokat tartanak. Hát azért a kis települések önkormányzati választása annyira talán nem érdekes a felvidéki magyaroknak, ugyanakkor azért a főváros minden magyar fővárosa. Budapest főpolgármesteri választási kampány azért érdekes történéseket tartogatott az utóbbi hetekben. Ugye tulajdonképpen három komolyan vehető induló van, ezek közül kettő, aki tényleg esélyes. Látom, fölontad a szemöldököt, ugye a harmadikként biztos te is tudod, Róbertre gondoltam, lehet, hogy a komolyan vehető jelző egy kicsit talán túlzásnak tűnt, de azért mindenképp érdemes róla beszélni. Ugye most a héten jött ki egy felmérés, Tarlós István, olyan 50% körüli támogatottsággal bírna. Karácsony Gergely azért, ha Puzsért nem számítjuk, akkor szorosan jönne a nyomában, illetve puszért mérték olyan 7% körül, és ami igen meglepő, hogy a Hát milyen foglalkozás? Mondjuk, hogy hivatásos szelebber, ki Krisztián is mérhető támogatottsággal bír. És Türmer Gyula nem és Türmer Gyula, igen, igen. <gazodan> is. Megjegyezném, hogy Puzsé Robert, hogy kitől veszi el a szavazatokat, ez azért egy nyitott kérdés. Ugye úgy vezettet föl, igen, kicsi. igen, igen Összeadódnának ezek a szavazatok automatikusan? Tehát nem így gondolod. Én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik vagy nem mennének el uh -huh. szavazni, és esetleg akár Tarlósra szavaznának, ha nem indulna Puzsé Robert. Ő hangsúlyozott ennek a kétosztató hidegpolgárháborús felfogásnak az ellenfele, ellenzéke és ilyen módon én azt gondolom, hogy mindkét tábor csalódottjait magához tudja vonni. Igazság szerint jóval nagyobb úgy gondolom a kiábrándultság a baloldalon, ebből fakadóan én is azt gondolom, hogy több elvileg baloldali szavazója van, és hát Puzsia Robert is, ha a centristának valja magát, azért inkább a baloldalhoz sorolja magát is, csak nem ehhez a posztkommunista baloldalhoz, ami éppen ma Magyarországon azt a térfelet kitölti. De azt gondolom, hogy beszéljünk azért valóban az esélyesebb jelöltekről, hiszen bár Puzsér elindult, de nem gondolnám, hogy esélyes a főpolgármester a maradunk, akkor mindenképp csak két emberről érdemes beszélni. és azt gondolom, hogy itt viszont azt, azért, azt a kérdést érdemes feltenni majd a budapestieknek, hogy kit tartanak alkalmasnak a város vezetésére, és azt gondolom, hogy ha a felmérések során ezt kérdezik, akkor még a politikai támogatásnál is nagyobb előnye van tarlósnak, és nem csak azért, mert már két cikluson keresztül mondjuk így, talán ez már kicsit elfogultnak ad, de mégis talán megengedhetjük magunknak, hogy eredményesen vezette a igen. várost. És ebből, ebből, következik az, hogy tarlós támogatottság az túlmutat a Fidesz táborán. Tehát igen nagy bajban lenne a Fidesz, hogyha pusztán csak a saját szavazóira támaszkodhatna a budapesti főpolgármesteri székért folyó versenyben, hiszen az utóbbi választások adataiból világos, hogy kisebbségben van. A kisebbségben vannak a kormánypártok Budapesten. Ez az utóbbi, mondhatjuk, hogy évtizedekre is jellemző, igaz, hogy Budapesten soha nem tudott igazán erős lenni. Hát ugye az Talán országos a tízes nagy áttörést leszámítva igazán így erős így így soha nem tudott lenni. Országos támogatottsághoz képest mindig Persze. alul teljesít Budapesten, vagy városi környezetben a Fidesz. És ez ugye európai jelenség is, hogy a konzervatív pártok, hogy konzervatív pártok azok alul teljesítenek a, a nagyvárosokban. Uh -huh. De ugye Tarlós ezen a ezen túlmutat, ezen a szavazótáboron túlmutat, és éppen azért, mert egy hiteles, eredményes városvezető, és ezzel szemben a kihívója a Karácsony Gergely, ugye sokak számára egy rokon politikus, aki nem állt vele korábban konfliktusokba, és ez volt igazán az a hitele, vagy kreditje, amit most ebbe a politikai versenybe be tudott vinni. Azonban őt is erodálták az elmúlt évek választásai. Ugye a legutóbb a 2018-as lista vezetés, az MSZP párbeszéd listájának a vezetése, ez nem tett jót azért a politikai megítélésének, az egy kudarcos történet volt. Ugye korábban karácsony politikai jellemzőként vált ismerti, a Medián intézet politikai jellemzőjeként. És úgy tűnik, hogy a politikában is próbál ilyenfajta logikát belevinni, amit a választó hallani akar, csak ugye mindig az a politikus, aki kívülről érkezik ebbe a szakmába, belesik abba a hibába, hogy azt gondolja, hogy ha azt mondja, amit a választó uh -huh. hallani akar, az már elég. Nem? Ahhoz kell egy politikai teljesítmény is, és kell egy olyan, olyan arc, aki már, aki már bizonyított, aki mögött már évek hosszú munkája van, és karácsonynak ez a legnagyobb adósság, vagy ez a legnagyobb gyengéje tarlossal szemben. Önkormányzati tapasztalatot tulajdonképpen karácsonynak is van, hiszen ez jelenleg zugló polgármestere. Jó, Bár ugyanakkor... Köszönöm, hogy az ördög ügyvédjeként erre emlékeztetsz, mert ez valóban így van, de amikor ezek az ügyek előkerülnek, akkor ő folyamatosan magyarázkodásra kényszerül. Tehát a zuglói parkoló botrány, az, ugye, azt elmúlt évek, az elmúlt hozzánk. ciklus zuglói önkormányzati munkája, hát nem a sikertörténet, maradjunk ennyiben, hogy tényleg ne lógjon azért ennyire már a lólábunk tarlós felé, és próbáljuk objektívvel szemlélni a, a helyzetet. Annyit azért megjegyeznék, hogy természetesen tarlós sem lehet teljesen nyugodt, ugyanis az ellenzéknek megvan az a fegyvere és az az eszköze, hogy kibillentse őt az egyensúlyából, Igen. tarlós egy indulatos ember, annak dacára is, hogy rutinos városvezető, ha a kérdéseket kap, akkor, akkor hát az eleganciáról, akkor megfeledkezve... Hát ez most nagyon látszott, ugye, amikor... a politikai ellenfeleit minősíteni. Le igen, lemegafonozta Tordai Bencét, ugye? Arra, az igen, igen, az... igen. Hát Tordai Bence azt gondolom, hogy sokak kedvence, akik a műsorokat Sokan szívesen megafonoznák ezt kétségtelenül, De, de az... hát nyilván egy politikusnak akként kell viselkednie, hogy egy kampányban megőrizze ezt az egyensúlyát, nyilván nyomás alatt, meg egyébként is indulatos természetű emberről beszélünk, és erre föl lehet építeni egy ilyen kampány kampányt, aminek most, amivel most egy picit szembe találja magát Tarlós. Én azt gondolom, hogy mégis a választás esélyesének mondanám, de természetesen nem számíthat egy kiugró nagy fölényre. Pontosan azért nem, mert az öt támogató pártok egyébként kisebbségben vannak a fővároson belül, tehát neki meg kell szólítani egyébként ellenzéki attitűdű vagy el nem kötelezett választókat is. És ugye itt van, ebből következik a másik megállapítás, hogy ugye egyáltalán nem garantált az, hogy a Fidesznek többség lesz a budapesti közgyűlésben. Oda, sőt, tehát előfordult egy olyan helyzet, hogy ugyan tarlós főpolgármester, de egy nagyon megosztott testülettel kell majd együtt dolgoznia. Egyébként ahogy a választójogi törvény, preferálja azt a pártot, amely a legtöbb polgármesteri helyet gyűjti be, de ugye látjuk, hogy nagyon szoros verseny várható a budapesti nagyon. kerületekben. Elképzelhető, reális forgatókönyv, hogy a Fidesz megőrzi a többségét annak dacára is, hogy egy, ha egy listára leadott szavazatot néznénk, akkor kisebbségbe kerülne. Helyi győzelmekkel be tudja húzni a, a, közgyűlési többséget is, de van arra is elég komoly esély, hogy ellenzéki többség legyen ebbe a testre. Azt hiszem azért az különösebb jó nélkül kijelenthető, hogy több ellenzéki kerületi polgármester lesz nem, Októbertől. Nem, Úgy nem, gondolod, nem? Ezt itt Sok helyen már valósult azért az ellenzéki Igen, összefogás. Igen, teljesen igaz. előválasztások is így voltak van. például Ferencvárosban. Így van, de ugyanakkor vannak helyi példák, amik ennek ellent mondanak, hogy akár egy-egy csalódott helyi politikus elindul uh -huh. már a már kimunkált összefogás ellenében, én egy nagyon szoros kiegyenlített versenyt várok ebben a tekintetben. Budapesten és országszerte is? Vagy honnál látszik a kettő Van egy, fontos között. megállapítás, hogy minél kisebb lélekszámú az a település, ahol ez a küzdelem folyik, annál inkább vagy a függetlenek dominálnak, vagy a kormánypártok. Uh -huh. A kisvárosi környezetben a Fidesz gyakorlatilag leguralja a terepet, ritka kivétel az, ahol ott az ellenzék be tud szállni. Megyei jogú városok tekintetében már sokkal élesebb a küzdelem. Ugye azt lehet most mondani erre a helyzetre, hogy az ellenzék fölismerve azt a választási rendszert, amiben 2014 óta működnie kell, most először tudott kimunkálni egy viszonylag működő együttműködést, tehát tényleg a jobbiktól a demokratikus koalíció. Igen, én ezt akartam hogy azért van néhány furcsa torszülött. Van. Itt semmiképp a politik, semmiképp sem a politikusokat szeretném minősíteni, inkább az együttműködés, hogy a mögöttük álló párt konglomerátumot, hát azért a DK jobbik támogatottságú politikus hát elég furcsa. Csak ne felejtsük, hogy a helyi politikában nem mindig a párt támogatottság mm. vagy a párt háttér számít, hanem mm. az a teljesítmény, amit az a politikus a helyben felmutatott. Tehát sokkal fontosabb, hogy, hogy abban az öt éves ciklusban, amit most magunk mögött tudunk, milyen teljesítményt láthattak a helyi választók azoktól a politikusoktól. És nyilván a Fidesz ott izgulhat, ahol a politikai teljesítmény vagy a helyi munka az nem volt olyan, ami, amit a választók majd honorálni fognak. Na hát akkor. A az előző szezon szokásos műsorstruktúráját követve, akkor most egy kis külpolitikai így a végére. Ugye Izraelben választásokat tartottak. Hát a adásunk felvétlenek időpontja, hogy nincs egyértelmű végeredmény, de nagyjából azt már lehet tudni, hogy a, a Likud, a Benjamin Netanyahu által vezetett Likud kikapott a 120 fős parlamentben, a Knessetben 31 képviselőhelye lesz előreláthatólag, és a kék-fehér Benny Gantz által vezetett kék-fehér újdonsult párt egyébként, ha jól csak az év alakultak, nekik 33 körüli képviselőjük lehet majd, tehát látszik, hogy semki nem fog tudni egyedül kormányozni, itt bizony komoly koalíciós tárgyalások jönnek. És Netanyahu épp a mai nap, a mai nap délelőttjén jelentette be, hogy nagyon szívesen koalíciót kötne akár magával az ellenfelével, a legfőbb ellenfelével, a kékfehérekkel, Benny Gantzal is, de ugyanakkor azt szeretné, ha ő lenne a miniszterelnök. Hát nyilvánvaló, hogy egyelőre helyzet van, hiszen bár a kékfehér szövetség, ami maga is egy párt szövetségből alakult, némi mandátum előre tetszert a szemben, tehát Nagy Tanyahu pártjával szemben, azonban, ha csak a blokkokat nézzük, a jobb oldali, meg a bal oldali blokkot, akkor nagyjából fejfej mellett vannak. Igen. Ugye még nincs végeredmény, még alakulhat úgy is, hogy talán enyhe fölénybe kerül a jobb oldal. És ilyen módon Hivatkozhat Netanyahu, hogy ő visz többet ebbe a közös kormányzásba, és hogyha tényleg nagy koalíció valósulna meg, akkor ezt a számítást követve kéri magának a miniszterelnöki széket. Azonban ez azért, ez azért eléggé valószínűtlen forgatókönyv. Én úgy látom, hogy Netanyahu előre menekül, és most az a forgatóként látszik valószínűnek, hogy hosszú-hosszú kormányzás után távozni kényszerül a hatalomból. Ugye a kedves nézők kedvéért mondjuk, akik nem követik azért az izrael belpolitikát, vele szemben nagyon komoly korrupciós vádak verültek fel, és ez miatt szinte kizárható, hogy Benny Gantz, aki, aki egyfajta antitézist képvisel most az izraeli választók szemében, hajlandó lenne erre a nagy koalícióra. Ez a nagy koalíció nyilván Netanyahu politikai túlélését biztosítaná, és kevés valószínűségét látom, hogy ebbe a, a riválisai belemennének. Ellenben van azonban egy forgatókönyv, bár ez is eléggé csekély valószínűségű, a centrista harmadik erő, Ugye esetleg kínálkozhatna a megoldásnak, de ugye tudni kell, hogy az előző választás Aprilis után várban, igen. sikerült volna kimunkálni egy jobboldali szentista szövetséget, ezen bukott meg Netanyahu. Igen, az tehát az tulajdonképpen nem kérdéssége. is a korrupciós, az általad említett rengeteg korrupciós botrányba bukott bele, hanem egy egészen új törésvonal, vagy nem is új törésvonal, az Izraelben ez az hagyományos törésvonal, de az európai politikában nem jelenlévő törésvonalnak, a szekularizmus kérdésének, tehát az ultraortodox és a szekuláris pártok szembenállása. Igen, ez egy fontos megjegyzés, mert ugye Izraelben a jobb oldal az azt jelenti, hogy vallási pártok. Az egészen egy hát jobb oldali európai értelme van a Sász párt, amely egy világnézeti alapon szerveződő, kifejezetten cionista izraeli Sőt, párt. hát mondjuk ki rasszista is, nem egy képviselőket kizárták a Knessetből. Hát Éppen vannak miatt. megjegyzéseik, amelyek ezt a, ezt a kielentést már ugye elérik valóban de szerintem ne is a jelzőkkel operáljunk most itt, hanem, hanem lássuk tényleg ezt a törésvonalat, hogy ugye a Liberman féle párt, amiről beszélünk, alapvetően mégis csak jobboldali, ugyanakkor. de ugyanakkor ezt a világnézeti politikát már nem követi. Tehát a tűz és a víz összeegyeztethetetlen lenne. Ezért mondom, hogy Netanyahu politikai túlélésére a jelen politikai helyzetben nagyon kicsi az esély, hiszen nem talál olyan politikai partnert, aki akivel ő akár csak nagy koalícióban tovább tudnak kormányozni. Igen, főleg, hogyha kiindulunk, az ugye az áprilisi, tehát áprilisban megnyerte a szavazást a Likud, és formálódott is egy koalíció, ugye erről volt szó. Csak azt Liberman, aki volt már külügyminiszter, most éppen legutóbb a védelmi miniszter volt, felrúgta ezt a koalíciót éppen ezen az ortodox kérdésen, ugyanis netanyahu nem nem voltak hajlandók megszavazni, hogy az ultraortodox szokat is besorozzák az izraeli hadseregbe, míg a militáns Lieberman féle pártnak ez egy ilyen fontos kikötése volt. Az ugye egy, egy abszolút szekuláris pártról van szó, amelyik el, elvárta volna, hogy férfit, nőt, mindenkit függetlenül a vallásától sorozzanak be a hadseregbe. Igen, csak hát ehhez tudni kell, hogy, hogy a Likudnak hagyományosan fontos bázisa ez a vallási közösség, és bár ugye aprózódik a jobb oldalnak, vannak ilyen kifejezetten világnézeti pártjai, de a Likudnak is ez egy fontos, hát hogy mondjam, ideológiai töltete és ennek okán ilyen engedményeket Netanyahu sem te tehet, hiszen könnyen megtette volna, jó ebben engedek ebbe a kérdésbe, ezen nem olyan a koalíciós együttműködés, nem teheti meg, mert a saját politikai bázisát veszítél ezzel. Még zárszóként, ha jól emlékszem, Leninnek volt egy érdekes mondata az angol belpolitikáról, hogy mindegy, hogy kinyeri a választásokat, egy valaki mind, hogy veszít a munkásosztály. Na most ezt Izraelre átvetítenénk, akkor mindegy, hogy kialakít kormányt, egy valaki biztosan veszí veszíteni fog, vagy az valak, az arabok. Mi lesz velük? Hát ugye most némileg erősödött az arab képviselet a Knessetbe, legalábbis a tavaszi választások. Igen, talán harmadik erőként tíz képviselő Vissza is ütött egy kicsit de. az a kampány, ami ugye az utolsó napok, utolsó hetekben Netanyahu még látott egy lapáttal, és a telepeseknek ígért fűt és ez ugye a, Ha az ő szavazóit nem is mozgósítottak elő számban, de az arabokat rábírta arra, hogy a passzivitásba végre kilépjenek. És hát ugye ezt tudni kell, hogy ők hagyományosan inkább a baloldal felé húznak. Tehát amikor itt a kékfehér szövetség koalíciós potenciáját nézzük, akkor az arabokat is oda számítják. Ugyanakkor az izrael politika ismerői tudják, hogy tőlük sem számíthatnak igazi engedményekre az arabok. Tehát uh, Izrael jelenleg egy olyan nemzetállam, ahol, ahol egy valamiben egyetért a jobb oldal is és a bal oldal is, hogy nem fogják ezt az államot azért szekularizálni, legalábbis teljességgel, és megmarad egyfajta zsidó nemzetállamnak, ami, amiben az arabok ugyan a demokratikus működési keretek között egyenjogú polgárok, de ugyanakkor azért, hát felvidéki magyarként pontosan hogy mit, mit, mit jelent, egyenrangúnak lenni egy országba ki. Tudom, hogy a legtöbb nézőnk érdeklődési körétől azért távol esik az izraeli bárpolitika, mint nagyon érdekes tanulságok szűrhetőek. Le még fogunk erről szerintem beszélni, de már a lejárt az adás időnk. Zsolt, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra jövünk a jövő héten is.